2020-as Diugrató Sampionátus első állomásán veszünk részt itt Kiskunhalason. A versenyszámok javában zajlanak, de tegnap volt egy show versenyszám is, ha lehet így fogalmazni, a kitartásos magasugratás, aminek a győztesével beszélgetünk Füzér Gáborral. Hogyan élted meg ezt itt a hazai közönség előtt? Nem gondoltam volna, hogy ennyien el fognak jönni és nézik ezt a versenyszámot. Azt se gondoltam, hogy egyáltalán leszünk öten, de jó volt. Jó, de régen ugrottam már ekkorát. És külön készültél rá? Annyira nem. Egyszer talán gyakoroltunk Kőfalon, de igazából erre nem. És a magasság, amit elértetek, elégedett vagy vele, vagy mire számítottál az elején? Ezzel a lóval elégedett vagyok, igen. Igen, úgy érzem, hogy azért ő a maximumot teljesítette, nagyon jó partner volt, egyszerű volt lovagolni. Igazából a két lányom versenyzik vele, tehát én nagyon ritkán lovagolom. Ha lehet így fogalmazni, akkor talán te vagy a diugrató sportban az egyik legsikeresebb és legkeresettebb edző manapság. Minek köszönhető ez, milyennek a háttere? Elég nagy a munkabírásom, és próbálok arra odafigyelni, hogy mindig fejlődjek, sok információt próbálok begyűjteni, mi kell a gyerekekhez. Meg hát ugye két lányomon tanultam meg igazából legjobban ezeket, hogy hogyan kell fejbe, illetve a lovaknak mennyit kell segíteni ahhoz, hogy jó eredményt érjenek el. És mennyi dolgozol napjában, és hány tanítványod van körülbelül? A tanítványomat nem tudom, hogy hány van, nem számolom őket, mert az úgy nem lenne jó, mert akkor lehet, hogy egy pártól elköszönnék. Hát ugye reggel 6:30 kezdődik a nap, és este még be nem sötétedik. Télen meg aztán hamar sötétedik, de akkor is este 9-ig azért eltart. Akkor ez a motto talán, a kemény munka. Hát igen, a lóval is ugyanúgy dolgozni kell, embernek is ugyanúgy dolgozni kell, mert csak úgy jön össze az eredmény. Az előbb említetted, hogy a lányaidat is edzed, őket is tanítod, kivételezel velük, vagy ugyanúgy állsz hozzájuk, mint a többiekhez? Nem, ővelük sokkal szigorúbb vagyok sajnos, lehetnék már egy kicsit engedékenyebb, de nem, sokkal szigorúbb vagyok. A versenyzői pályafutásod is még tart, most hogyan apostrofálod magad, edzőként vagy versenyzőként? Most már versenyzés saját szórakozásomra versenyzek. Szeretnék minél magasabb kategóriákban jól teljesíteni, illetve még aktívan részt venni a dolgokban, de én szerintem azért egy pár év és igazából a két gyerekem fogja átvenni ezt az egész versenyzést, tehát ők, most már inkább őket menedzselem jobban. Elég sok siker van már a hátad mögött versenyzőként is, és edzőként is, és mik még a célok, mit lehet még elérni? Amíg bírom, addig szeretnék versenyezni, amíg fizikálisan és ugye szellemileg jó, friss vagyok. Én bízok benne, hogy még ez egy jó pár évig ki fog tartani. És edzőként? Edzőként, hogyha leszálltam a lóról, utána is szeretnék folyamatosan tanítványokat, illetve edzéseket vállalni. És ott van valami célkitűzés? Rendszeresen részt vegyünk EB-ken. VB-t azt nem igazán tudom mondani, de azért ez az EB Európa-bajnokságos történet, azért ez elég jól utolérhető. Sőt, annyira jól mennek már a gyerekek, illetve az ifik fiatal lovasok, hogy nagyon pici, tehát ilyen egyfákkal vannak elmaradva már csak az Európa elitjétől, tehát akik már tehát komolyabban versenyeznek. Nagyon kevés, és én bízok benne, hogy egy pár éven belül talán utolérjük, vagy még jobban megközelítjük őket. És akkor beszéljünk még most egy picit erről a versenyről. Hány tanítványod versenyzik, milyen eredményeket érnek el, mikre számítotok? Itt 4 tanítványom versenyzik, abból 2 már ugye most a mai nap folyamán már ugye a döntőbe ugye a Bölecvirág 3. lett, a Pintér Zsófi 4., még van 2 serdülő A-kategóriás tanítványom, közben 2 tanítványom kint van Csehországba versenyen, ott már a kis Maja ugye ott 5. lett, a döntőbe, a nagydíjba, illetve a kis Lizanna pedig 9. lett a nagydíjba. Úgyhogy most egy kicsit lájtosabb ez a verseny, kicsit könnyedebb.